Öt olyan sportolót mutatott be a Marosvásárhelyi Városi Sportklub, akik eséllyel szerezhetik meg a részvételi jogot a 2024-es Párizsi olimpiára. A bejelentésre összehívott sajtótájékoztatón elhangzott, a klub átszervezése a nulladik Momentumhoz érkezett. Nehéz időszakon jutott túl a Marosvásárhelyi Városi Sportklub, amely az elmúlt évben elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy az előző városi adminisztráció alatt felhalmozott adósságokat törlessze, a szakosztályokat pedig úgy szervezze át, hogy fenntarthatóan működhessenek. Első lépésként öt olyan helyi sportolót mutattak be, akiknek van esélye megszerezni a részvételi jogot a párizsi olimpián. Fángli Henrietta, Mészáros Balázs és Lucián Nikusán úszókat, akik eddig más városok klubjaiban szerepeltek, Bartolis Károly edző irányítja. Míg az éppen az U23-as világbajnokságra készülő, ezért hiányzó Bíró Krisztián és Georgiana Lirke birkózókkal Gyarmati Ferenc foglalkozik. Utóbbi az iskolás sportklub igazgatója is egyben. Az iskolás sportkukrátén keresztül készülnek, onnan versenyeztessük, tehát finanszírozzunk mindent, amit mi tudunk adni, de ahhoz, hogy a városi sportklubból is jön egy plusz, az ennek csak örvendeni tudunk. Így van, reménységünk van, hogy mindkettő 2024-be kijut az olimpiai játékokra, tényleg ebben meg is van minden esélyük. Most jutottak el a VSK-nál oda, hogy végre tiszta lappal kezdhetik meg az építkezést, mondta el Szász Gáspár Barnabás, a klub egyelőre ideiglenesen megbízott igazgatója. Tudom, hogy az elnyi sportokra nem volt nagyon nagy hangsúly fektetve, és sajnos ez egy nagy probléma volt, ha bár nem is igényelnek nagy költségvetést, érdemes őket hazahozni, és itten készüljenek fel, és sportoljanak nekünk, mert nagyon szép eredményeket értek el. És ez nagyon fájó volt Vásárhelynek. Hozzátette, éppen ezért az egyéni sportokkal kezdték az újjáépítést. Ami a csapatjátékok újjáélesztését illeti, a sokkal bonyolultabb feladatnak ígérkezik, egyelőre helyi sportolókra támaszkodnak. A magas szintű teljesítménysporthoz így próbálják megteremteni az alapot, de olyan együttesek fenntartásához, amelyekben komolyabb összegeket kérő profik foglalkoztatása elengedhetetlen az eredményességhez, tőkeerős szponzorok bevonására lesz szükség.